A lekvárról szólt a szombat a belvárosi piaccsarnok Slow Food termelői részén. Az első kecskeméti belevaló barack fesztivál szervezői ekkorra rendezték meg azt a versenyt, ahol sokak kedvenc desszertje mérettette meg magát. A nevezett lekvárokat, a külső megjelenésük, a rajtuk található címke, a színük, az állaguk és az ízük alapján értékelte az öttagú zsűri. Ezek a szempontok a szervezők szerint azért fontosak, mert ha népszerűsíteni akarják a kecskemét tradicionális gyümölcséből készült terméket, fontos, hogy a külseje és az üveg tartalma hívogató, ízléses egységet képezzen. A zsűri idén Kertész Viktória lekvárját találta a legjobbnak. Vasárnap pedig sor került a fesztivál király és királyné megválasztására. Idén Noy Kenoa, valamint Elek Gábor tehette fel fejére a koronát. Mind a ketten a TST Tánc stúdió tagjai.